Ja, Istenem, de mennyire unatkozok, srácok, semmi izgalmas nem történt még idáig nagyon a mai napon. Hát ja, ez egy eléggé unalmas videónak indul, ahogy idáig látom. Az ott mi? Ott látok valamit, na várjatok. Az ott ne! Az ott egy rendőrautó! És ott a rendőr. Ott a rendőr, elmegy. Jó, izé! Menjünk bele a rendőrkocsiba! Próbáljuk ki! Na gyerünk srácok, jó! Ez a... izé? Hogy lehet ezt vezetni? Na jó, srácok, kész rátok! Vezetni fogunk egy rendőrautót, úristen! Hogy lehet ezt beindítani? Nincs itt a kulcsa? Maga mit csinál? Jaj! Ne! Észrevett! Ne! Nem én voltam! Elbújunk, te! Ne! Nem vagyok itt, álljon meg! Nem akarom! Hagyd békén! Ne, nem fogsz elkapni! Nem fogsz elkapni! Jó, megállok, jó, igen uram, mondja, mit akar. Én nem csináltam semmit, én csak ki akartam próbálni, mit képzel? Elnézést, én csak ki akartam próbálni ezt a rendőrautót, hogy milyen, meg ilyenek. Nem gondoltam volna, hogy ez problémát jelent a számára, vagy bármi. Én nem vagyok ilyen tolvaj, meg ilyenek, én csak meg akartam nézni. Ugye tudja, hogy ezért bevisszük. Mi? Miért? Nem akarom. Oké, akkor legalább vezetetek oda felé, vagy valami? Nem. Ne már! Ó, Istenem, nem akarom! Nem! Ó, muszáj! Ne már! Ó, mondjuk szálljon be. Ó, Istenem, srácok, ne már! Jó, mindegy, úgyse tartóztathatnak, legalábbis hát remélem. Na mindegy. Hát uram, maga nagyon szépen leparkolt ez a börtön elé, de... megérkeztünk. Nem gondolja, hogy egy kicsit túlzás egyből idehozni, vagy bármi nem lehetett volna? Ezt normálisan megbeszélni, vagy valami... amúgy még lenne időm elszökni. Vagy bármi, talán... nem figyel... mit kell ezen megbeszélnünk? Az, hogy... jó, mindegy, nem érdekel. Követem, mondja, mit kell csinálnom? Követem, jöjjön. Jó, rendben van. Srácok, úgyse tartóztathatnak le, hiszen én nem csináltam semmit. Gondolom, hogy lesz ilyen bírósági tárgyalás, vagy valami... vagy nem tudom... aha, tehát itt nekem be kell mennem? Ez kezd nekem nagyon nem tetszik, de uram, telefonálni szeretnék. Elvileg van jogom telefonáláshoz, lehet egy hívás. Na, oké, ide kell bemennem? Oké, rendben van. Úristen, ez itt egy ilyen szonda, de menő. Ja, Istenem. Van 20 másodperce, úristen. Na jó, srácok, fón, kit hívjunk? Hívjuk fel Lacit, jó. Felhívjuk Lacit, várjatok. Nem már! Nem már, srácok, nem bírom felhívni. Srácok, te már, Laci nem veszi fel a telefont. Nem már, lejárt, de mi? Fel sem vette a telefont, ez így nem kóser. Hallod? Ne. Nem már, nem érdekel. De már, Laci, miért nem veszed fel a telefont, vagyis Black? Annyian izéltetek amúgy múltkor, hogy Lacit Blacknek szólítottam. Vagyis pont fordítva, hogy Blacket Lacinak. Hát ez az igazi neve, én így ismerem srácok. Blackkel mi valójában is ismerjük egymást, szóval. Ja, rendőr úr, figyeljen már, muszáj ezt csinálni? Én nem akarom. Nem lehet, hogy elmenjek, mert nem csináltam semmit. Én csak meg akartam nézni a rendőrt. Igen, ez bűntény volt. Nem csináltam semmit, nem kötöttem el, csak beszálltam egy rendőrautóba. Most... aha, hogy itt kell bemenni, értem. Hát ez nagyon jó. Ah, elmenekülök, ne! Segítség! Ne! Ne, jó, mindegy, hagyom, nem érdekel, visszamegyek. Nem leszek bűnöző, nem akarok bűnöző életmódot élni. Ó, Istenem, úgyis kiengednek. Úgyis meg tudok majd valahogy szökni, vagy bármi, mindig van második megoldás. Ó, na jó, mit kell csinálnom, mondja. Ó, Istenem. Követem magát. Aha, tehát arra. Hú. Ja, Istenem. Jó van. Nem, tessék. Nem akarok. Nem, menjen be maga. Menjél be te. Nem, menj be. Gyerünk, nem. Nem, hagyj békén. Nem. Nem akarom, nem már. Menjen be. Ne. Nesze. Istenem. Nem már, srácok!
Be lettünk zárva, de nem is követtem el bűntényt, viszlát. Hát csá. Istenem, amúgy meg sem motozott, lol. Nem, most simán, hogyha lett volna nálam egy csákány, meg tudnék szökni. De hogy menjek innen ki az ágy alatt? Nincs semmi. Aj, ne már. Istenem, semmit nem tudok így most csinálni. Jó, akkor beleállok. Jaj, ez a WC. Jaj, ebben nem állok bele. Hát jó, a srácok, mindegy, nincs nagyon más ötletem, csak az igazából, hogy alszok, szóval. Aj, majd másnap reggel találkozunk. De már, mi ez? Mi ez? Ne, de már, olyan jót aludtam, hogy esküszöm, egész kényelmes ez az ágy. Hagyom már! Keljen fel, mi az? Mit akar? Mondjad, mi van? Hagyjál már kajaidő. Jaj, oké, jövök, tessék. Be is sukom magam mögött a izét. Mondjad, merre menjek? Erre? Jó, követem magát, mutassa a kaja helyet. Ó, ez itt a kaja hely. Jól van, akkor én... Most ez komoly? Most ez komoly? Moslék. Nem. Vigyel szépen magával. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem fogok poslékot enni. Vigyed szépen el magad, de engem hagyjál békén. Nem fogok ilyet enni. Fúj! Á, Istenem. Ne szök... Mi az? Ne szökjön és egye meg. Édes Istenem, srácok. Jó, eszem. Nyom, nyom, nyom. Jaj, de finom. Jaj, de finom. Oké, ahogy látom, ő is rendel kaját. Jó, srácok, itt az idő. Itt az idő. Keresünk valami kiutat. Mi van itt a cseszekbe? Itt a cseszek. Ne, rendőrsisak. Jaj, van rendőrruhám, srácok. Jaj, jaj, jaj. Jó, felvesszük. Felvesszük, na váltok. El kell változtatni a hangomat. Nos. Rendőr úr, kolléga, hello, kolléga, elszökött a fegyelc, arra futott, kifele, el kell kapni, gyerünk. Kékek. Ez olyan jó volt, jó. Lopjunk kaját. Hol, van itt egyetlen kaja? Mind üres? Nagyon csórók szegények. Arra futott ott ki! Ott futott ki! Arra, ott ki! Látja? Arra fele! Nem arra! Erre itt le! Itt futott le! Láttam a két szememmel! Menjen! De jó! Srácok, én körbe akarok nézni az rendőrségen, amíg ez a csóró próbálja üldözni, vagy próbál üldözni engem. Na mindegy. Mik vannak itt? Ó, van pisztoly! Van fegyver! De jó! Ó, gyémánt kard! Na jó, ezekből viszünk el, mert ezek menő cuccok. Itt csak egy sima szoba. Ó, itt megint csak fegyverek. Mennyi cuccuk van már amúgy egy ezeknek? Itt szint úgy ugyanezek a cuccok. Ott próbál keresni, kiégek. Na jó. Jaj, na jó, még egy kicsit körbenézek, mert amúgy óriás nagy ez a rendőrség. Kíváncsiak amúgy, hogy mi merre van. Mert amúgy alapból egészen ilyen izginek tűnik ez a rendőr cucc, mert hát még nem nagyon jártam így. Jó, jártam rendőrségen, de azért ez így kicsit komolyabban néz ki. Én is keresem! Maga menjen arra, én megyek erre! Jaj, Istenem, nagyon jó. Nagyon-nagyon élvezem. Ez itt mi? Ez mi? Ez ilyen gyerekszoba? Lol, nem tudom, hogy ez mi, de nagyon furcsa. Mik vannak még itt? Keresem! Jaj, ez a kilátótorony is mennyire nagyon menő. Ez itt az ilyen kapu. Itt igazából annyira nagyon rejtélyes dolgok nincsenek. Itt nem tudom, hogy ez... ez az ilyen mentő, vagy kórházszuc, vagy nem tudom. Amúgy ez is amúgy jó. Na, nagyon-nagyon jól néz ki, meg jól felszerelt egy ilyen rendőrcuc. Ilyen rendőrségi hely. Jó, srácok, szerintem én lelépek, mielőtt még észrevenne engem, meg ilyenek, szóval én szerintem mit csinál? Álljon meg! Megyek keresni a bűnözőt! Megyek keresni! Azt hiszem, hogy kiszökött! Én csak megyek elkapom! Ne várj! Csak megyek elkapom! Esküszöm! Visszahozom! Nem tudom, valamerre arra ment! Komolyan! Jaj, álljon meg magamra! Ne! Észrevett! Lebuktam! Ne már! Ne lő utálom! Ne már! Jó, vissza lövök. Jó, hogyha ezt akarod. Játsztunk ilyet is, hogyha nagyon ezt akarod. Elbírom találni vajon amúgy? Nem bírom eltalálni. Nagyon forgolódik. Na jó, nem, gyerünk, meneküljünk, szökjünk el! El kell mennünk! Uram, hogy még házak is vannak, srácok. Úristen, az ott egy másik börtön. Nem, az ugyanaz a börtön. Jaj, álljon meg, biztos, hogy nem. Engem nem fogsz elkapni.
Engem nem fogsz elkapni, még mindig üldöz. Meddig üldöz ez? Jaj, kéne kajálnom, hogy el fog fogyni a futási cuccom. Jaj. Ah, meglőtt! Ha, menjünk, nem fogok én megállni, az biztos jó. Innen elbújok. Innen el fogok bújni. Megy a dutyiba, nagyon elhitted. Na jó, bújjunk el. Csak nem fog észrevenni. Ajaj, ott van. Jó, ide a hegyre felmásztuk, srácok. Nagyon remélem, hogy egy nem fog engem észrevenni. Mert azért, annyira azért, csak nem egyszerű szerintem így. Ja, aha, oké, arra felmegy. Jó, oké, srácok, leráztuk. Hú, nagyon jó, leráztuk. Jó, én szépen elfutok az ellentétes irányba, és ennyi. Ja, Istenem. Hú, gyors kajálok. Oké, nem látom a nevét, jó. Meg tudtuk menekülni. Ez az! Easy! Jaj, hol bújkál? Jaj. Jó, oké, ez már nem fog engem megtalálni, srácok. Ez már nem fog szerintem megtalálni. És szereztük egy eléggé király rendőr ruhát is, amúgy meg rendőr felszereléseket, ami azért így eléggé a menő. Szóval srácok, nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. És ha még szeretnétek ilyen videókat, akkor mindenféleképpen jelezzétek, hogy egy lájkot is nyomjatok meg a csengőt, hogy mindig kapjatok értesítést. És akkor találkozunk legközelebb, és sziasztok, és jó sulit meg mindent. Haha, sziasztok!